10 évre 10 millió forint erejéig 0%-os hitelt nyújtunk azoknak a kis és középvállalkozásoknak. A nehéz helyzetbe került cégek újraindítását célozza a miniszterelnök által csaknem egy hete bejelentett új hitelkonstrukció. Sok a nyitott kérdés, de az már biztos, 100 milliárdos keretösszeggel indul a program. A hitelt csak a negyedik évtől kell törleszteni, ami egyébként bér, járulék és működési költség finanszírozására is felhasználható. A hitel az MFB.hálózatban lesz igényelhető. A fejlesztési bank vezetője, Sipos Tompa Levente elmondta, csak azok a cégek élhetnek a kamatmentes kölcsönnel, amik a járvány előtt is nyereségesek voltak. A célzott réteg egy része szerint ez a csomag nem nyújt segítséget az újrainduláshoz. Az Ipartestületek Országos Szövetsége ezzel szemben úgy véli, a kamatmentes hitel hatalmas segítség, főleg a mikrovállalkozások számára. Az IPOSZ elnöke híradónknak ugyanakkor arról is beszélt, hogy a kölcsön önmagában nem mindig megoldás, így az életképes cégeket más eszközökkel is lehetne segíteni. A konditermek mellett számos ágazat, így a vendéglátás is megsínyli a korlátozásokat. Ezeket segíteni az MSZP is legújabb kezdeményezésével. A párt fejenként 10 000 forintos utalvánnyal jutalmazná beoltott állampolgárokat, amit később a válságba jutott szektorokban lehetne felhasználni. És akkor folytatjuk Izé Kárpát Dániellel, a Jobbik alelnökének. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok! Ugye itt a bejátszó végén pont az MSZP ötlete hangzott el, a 10 000 forintos utalvány. A Momentum korábban 100 000 forint készpénzről beszélt. A Jobbik esetleg beszáll ebbe valahogy, ebbe a licitbe? Minden párt részéről elhangzottak ötletek, de nem nevezném ezt licitnek, hiszen vannak e között egy kicsit ilyen nagyotmondónak tűnő ötletek, és vannak nagyon megalapozottak is. Én például javasoltam a korábbiakban azt, hogy kimondottan a konditermek világában, a szabadidőközpontok, sportközpontok világában egy ilyen All You Can Move című kártya mintájára egy államilag támogatott rendszert is létre lehetne hozni, ahol havi szinten akár a havi bérlethez támogatást, vissza nem térítendőt, tehát szó szerinti támogatást kapna az az állampolgár, aki ezen ágazat újraindulásához, megmaradásához, a sporttevékenységével járul hozzá. Számtalan egyéb ötlet van. Szerintem érdemes ezek között szemezgetni, hiszen egy nagyon gyors újraindulás lenne a magyar gazdaság, Magyarország érdeke. Azt látom viszont, hogy a kormány érdeke egy elhúzódó válsághelyzet, és annak minél inkább háborús retorikával párosuló kezelése. Ez nagyon nem lenne logikus, már hogy gazdasági szempontból, hiszen a kormány a felelősség, ők viselik a terheket, és ugye választás jön. Nyilvánvaló módon nem azt akartam ezzel sugallni, hogy a kormány direkt húzná mondjuk a járványügyi veszélyhelyzetet, de azt látom, hogy a tötymörgésével, a lassú megmozdulásával ő maga elhúzza azt a helyzetet, ahol győzelmi jelentésekkel úgy igyekszik beállítani, hogy ő egyébként sikeresen kezel már nagyon régóta, már nagyon jó válságot, de mondjuk a kieső bérek pótlásának az elmulasztásával, azáltal, hogy a korábbi jobbikos koncepció szerint nem pótoljuk ki a kieső bérek 80%-át minden érintett szektorban, egy nagyon elhúzódó válságkezelésre lehet felkészülni. Ugye, amikor hát egy olyan nagyjából 2-3 hete már nagyon zúgolódott a vendéglátós szektor, ugye szó volt is egy-két tüntetés, de szó volt nagyobb tüntetésekről, utána gyorsan lépett a kormány fel, gyorsította a bértámogatások kifizetését, az is kiderült, hogy mostantól előre kapják. Ugye a bérleti díjakat érintő most több hónapra adott kedvezményeket is most gyorsan bevezették, szóval úgy tűnik, hogy ebben rákapcsoltak, ez nem elegendő? Én úgy látom, hogy ez egy látványpékség. A kieső bérleti díjak esetén, ahol ugye fennáll a szerződés, bérleti díjat kell fizetni, a kormány hozott egy kedvezményt, hogy az állami tulajdonú és esetleg önkormányzati tulajdonú bérleti díjak azok, amik elengedhetők. A szektor nagyjából 80-90%-a ugyanakkor magánalapon, magáncégtől, magánüzlettől bérli azt az üzlethelyiséget, aminek a díját ugyanúgy fizetni kell. A Jobbik javaslata erre egy olyan állami alap volt, aminek megjelöltük a költségvetési forrását, ahova a bérleti szerződésével mindenki fordul, tehát nem 10%, nem 20%, hanem 100% tudta volna ezt lehívni. Látszik, hogy a kormány nagyon hangzatosnak tűnő megoldásokat, megoldási javaslatokat kínál. Ezek ugyanakkor rendre kevés embert érintenek, hogy ne emésszenek fel sok költségvetési forrást, és erre próbáltam utalni az interjú elején, hogy szépen lassan csöpögtetve próbál segíteni ez a kormány, hogy minden héten, minden hónapban valami kicsit felmutathasson, egy rendszer szintű válságkezelés ugyanakkor gyorsan,
egyszerre hatékonyan hatna. A kormánynak nem ez az érdeke. A folyamatos PR kampánya úgy tartható fenn, hogyha lassan, csepegtetve nézzük a munkabérek kipótlásának rendszerét. Hát itt több hónapos csúszás után kezdett el tárgyalni egyáltalán a kormány erről, és miközben Magyarországon nagyjából a munkahelyek 5%-a esetén nyújtott érdemi, tehát nem mikroszkopikus, hanem érdemi segítséget a kormány. Ausztriában, Németországban 20-25, néhol 30%-a ellenére viszont a kormány arra a számra hivatkozik, ami a foglalkoztatottak számát mutatja, és azt mondják, hogy 2009 decemberében volt ez a szám 4.514.000, most decemberben évvégén meg 4.500.000, magyarán, hogy itt nincs olyan nagy differencia, és igaz az, amit Orbán Viktor ígért, hogy amennyi munkahelyet a válság tönkretesz, annyit létrehoznak, vagy megpróbálnak megvédeni. Szerkesztő azt mondja, rutinos harcos vagyok, de tegnap én is felhúztam magam, amikor azt a kimutatást, statisztikát olvastam, hogy a járvány évben, a vírus évben egy átlagos magyar háztartás 800.000 forintot tudott félretenni. Ugyanez a helyzet a foglalkoztatottak számával. Szerepel a soron az, akinek megvan ugyan a jogviszonya, de mondjuk 3 vagy 6 hónapja nem tud rendesen bejárni, dolgozni, és órabért kap, ezáltal nem tud fizetni realizálni. A foglalkoztatottak során szerkesztő asszony mellett ugyanazon a soron szerepel az a diákmunkás, aki mondjuk hetente 2-3 órát dolgozik. Tehát én értem, hogy a statisztikát lehet úgy kidomborítani, hogy abból ez a kép jöjjön ki, de a magyar rögvalóság nem ez. A részmunkaidőbe kényszerített, a munkahelyre bejárni nem tudó keresetet realizálni nem tudó tömegek ott vannak ugyan a statisztikában, de ettől még ezeknek a családoknak nem lesz könnyebb. Nem statisztikai háborút kell nyerni, hanem válságkezelést kellene, ezért harmadszor utalok vissza az első válaszomra, hogy nem csöpögtetve, és nem PR kampányt kellene a kormánynak folytatni, ami egy nagyon elhúzódó válságkezelést tesz csak lehetővé, hanem meg kellett volna hallgatni az értelmes ellenzéki ötleteket, minden pártnál van ilyen, és az első pillanatban hatékonyan lecsapni. Na, hogyha ezt a vitát most az önkormányzatok szintjére vonatkoztatjuk, akkor pont ezzel érvel a kormány, hogy ők a helyreállítási alapból az uniótól jövő források elosztásával kapcsolatban egyeztettek az önkormányzati szövetségekkel, érdekképviseletekkel, csak éppen mondjuk Karácsony Gergely nem látja ezt, hogy kikkel egyeztettek. És így viszont attól tart, hogy ezt a 750 milliárd forintot majd úgy fogják szétosztani, hogy nem kérdezik meg érdemben az önkormányzatokat. Erre azért van némi esély, de ebben hogy szólhatnak bele mégis az önkormányzatok, ha a kormány nem akarja, hogyan lehet nyomást gyakorolni? Egyre nehezebb ez, hiszen a közvélemény által a kamerák és a nyilvánosság erejével lehet nyomást gyakorolni, de azt látom, hogy az önkormányzatok mozgásterét erőszakosan, folyamatosan szűkíti ez a kormányzat a forrásaik mesterséges elvonásával, vagy éppen azzal, hogy a járványügyi védekezési alapba önkormányzatok, pártok, mindenki szépen befizetnek, de mondjuk a kereskedelmi bankok egy fillért sem, hiszen leírhatják az egészet a befizetendő adójukból, tehát nem valósul meg a közterviselés. Magyarország kormánya kettős beszédet folytat, kiszolgálja a német autógyártókat, multi cégeket, bankokat, hátrányban, és az utolsó sorban tartja magyar önkormányzatokat, a mikro, kis és közepes méretű vállalkozásokat, akikkel mondjuk én kötnék stratégiai szerződést, ha rajtam múlna, és ez a kettős beszéd jön le az önkormányzatok világában is, ahol mindenféle bejövő forrás megpróbál kontrollálni a kormány, és van egy ilyen fétis kifejezés, ez az egyeztetés, amit minden parlamenti ilyen bevezető vitában elmondanak, hogy ők igenis egyeztettek, aztán a valóságban ez nem sokszor jön szembe. És hát azt látjuk, hogy önmagában az egyeztetés hiánya még nem is okozna akkora katasztrófát, ha jó döntések születnének, de azt látjuk, hogy egy katasztrofális és korábbi korszakokra emlékeztető politika zajlik padlássöpréssel az önkormányzatok esetében, és új feudalizmus kiépítésével a vidék Magyarországán. Retorikában erősek ezek a, vagy retorikailag erősek ezek a mondatok, de a gyakorlatban a Jobbik mennyire messzire menne el nyomásgyakorlásban, mert ugye nagyon különböző ötletek vannak. Pár hete Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester volt itt, és ő azt mondta, hogy akár olyat is be lehet nevetni, hogy nem viszik el a szemetet egy hétig, vagy a tömegközlekedés leáll egy fél napra Budapesten, és akkor mindenki látná, hogy mekkora bajban van Budapest. Ugye az önkormányzat, a fővárosi önkormányzat egy plakátkampányt hirdetett, tehát ez egy más típusú nyomásgyakorlás, nem olyan erős talán, vagy legalábbis nem ilyen drasztikus, szóval a Jobbik melyik utat választaná?
Mi alapvetően a rend pártjaként azért azt szeretnénk, ha a közszolgáltatások fennmaradnának, és a polgárokat, a lakosságot nem érné semmi, akár szubjektív érzelmi hátrány sem egy tiltakozás kapcsán. Én a megoldást egyébként mindig a 2022-es választásokból vezetem vissza. Na jó, de azt mondja a főváros, hogy novemberig van pénz. Utána megleállnak a közszolgáltatások. Így van, viszont azt látom, hogy lehet persze tűzoltó jelleggel és tűzoltásszerűen adott esetben tiltakozni, ezzel részeredményeket elérni, valahogy ki kell húznunk a 2022-es választásokig, mert rendszer szintű, hosszú távon megnyugtató eredményt csak úgy lehet hozni. Én például Óbuda Békásmegyeren élek, és ott látom, hogy az egészségügyi intézetek fejlesztési forrásainak elvonása, egyéb forrás elvonások mekkora működési problémákat okoznak. Lehet ezeket menedzselni, és sok helyen jól menedzselik őket, de hosszú távon fenntartható módon gazdálkodni, így lássuk be, hogy nem lehet. Én például hiányolok egy átfogó bérlakásprogramot, országosat, de hát források nélkül hogy lehet bérlakásprogramot létrehozni? Viszont a magyar fiatalok azt fogják mondani, nem fogok én 15 évet várni egy bérlakásra, lehet, hogy elmegyek külföldre jobb fizetésért, és ezt kellene megelőzni motivátorokkal, források hiány ugyanakkor ez nem megy. Tehát rendszer szintű változást 22-es választásokon egy ellenzéki győzelemtől várok, addig pedig nyilván nagyon szurkol az ember minden az észszerűség keretein belül foganatosított demonstrációnak. Ugye tegnap itt volt az óbudai polgármester Kis László, úgyhogy a nézőink is ismerik ezt a konfliktust, ami ott a rendelőintézetek felújításával kapcsolatban kialakult. Szóval, hogy a választó érteni fogja, hogy itt azért nem újul meg a rendelő, azért nincsenek jobb eszközök, mert a kormány elvette a támogatást, vagy azt mondja, hogy hát a polgármesternek valahogy meg kéne oldania. Ez a mi felelősségünk is, tehát nem szabad ezt a felelősséget a választókra áthárítani. Ellenzéki szereplők nem azért vannak a parlamentben, hogy még egy évig azt mondják, hogy hú de rossz minden és mindenről a kormány tehet. Nekünk víziót, egy az építkezésre vonatkozó víziót és jövőképet kell tudni felvázolni, illetve a mi felelősségünk, hogy eljuttassuk még a média hátrány tekintetében és a különböző erőforrás hátrány mellett is a választókhoz azt, hogy amit ez a kormány csinál, ez valóban sokszor egy új feudalizmus építése felé vezet. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.